Ciprusi utazása alatt rosszul lett és kórházba került. Hajdú Péter, a műsorvezető pihenni utazott új kedvesével Ciprusra, ám rosszul végződött a 4 napos áprilisi kiruccanás. Hajdút egy váratlan betegség ágynak döntötte, hasi görcsök kínozták, és úgy belázasodott, hogy végül be kellett vinni a helyi kórházba. Négy napra utaztunk ki, ebből sajnos 2,5 feküdtem. Sőt, kórházba is kerültem. Nagyon felment a lázam, rosszul éreztem magam. Az egyik kinti barátom bevitt a helyi klinikára. Lázcsillapítót kaptam, azt mondták az orvosok, ha nem megy le a lázam, bent is kell maradnom, de végül fél nap után kiengedtek. Utána már jöttünk is haza, nyilatkozta a műsorvezető a Ripostnak. Alaphisztíria. Hajdú Péter még itthon fertőződött meg, gyomorinfluenzát kapott, ám a tünetek csak Cipruson jelentkeztek. Bár a nehezén már túl van, még nem gyógyult meg teljesen. Igazából semmi olyan módszer nincs, amivel azonnal meg lehetne szüntetni a gyomorinfluenzát, probiotikumokat írt fel az orvos, magyarázta Alapnak a műsorvezető. A hasfogót azért nem ajánlotta, mert teljesen ki kell tisztulnia a szervezetemnek.